kollégám pihen, szegény. Nem, nagyon fáradt már. Én bíraztok, amíg ő alszik. És figyelek, nehogy valami baj legyen. Nagyon rendes, hogy itt alhatok nála. Majd fölkeltem és cserélünk. Amíg én alszom, addig ő bíraszt. Látom, hogy megterheli ez a munka, mert egész emberre van szükség ahhoz, hogy ezt csinálhassuk. Még az a szerencse, hogy nincs munkám, különben nem érnék rá ezzel foglalkozni, de így teljes emberként csinálhatom ezt a dolgot. Hát igen, mert ugye a betegeket meg kell gyógyítani. Sajnos még kevesen vagyunk, de remélem egyre többen leszünk. Mert betegek azok vannak. Nagyon sok beteg ember van. Hát remélem sikerrel járunk. És évek óta nem jutunk egyről a kettőre. Le kellene cserélnünk a lakásunkat. Az autónkat egy újra, a barátainkat egy nívósabb társaságra. Szeretnék új ruhákat, szép ékszereket is, több utazást, egzotikus szigetek. Nem akarunk dolgozni. És nem akarunk azon szorongani, hogy igen, minden kelés kurva nehéz, az az igazság, de ez a munkánk lényege igazándiból, úgyhogy ez van, gyógyítani kell, ez a legfontosabb, de előbb nekem most egy kicsit fel kell készülnöm. Thank you.
eszköz, szükséged van rá. Na, a gyógyításhoz szükséges eszközök itt vannak. Ugye kell önnek majd lámpák, mert a betegeket sajnos így tudjuk csak meggyógyítani, ha van elég technikai felszerelésünk, ugye. A mostani betegünk, ez nem sokára kimegyünk, majd ugye szépen végezzük a munkát, és hát ez egy nagyon kemény gyógyítási módszer, ezt most találták fel egy körülbelül olyan 6-7 évvel ezelőtt, és sikeres idáig elég sok beteg meggyógyult, őt is majd ebből próbáljuk meggyógyítani. Lámpákkal, mikrofonokkal és kamerával megyünk ki. Az arcom azért nem látszódhat, mert őt a beteget zavarja, hogyha egy arcot lát. Itt nagyon fontos, hogy csak a kamerát lássuk. Tehát ezért kell ilyen maszkba lennünk, ez nagyon, nagyon fontos történet. Ezt a táskát majd visszük, igen, ebben nagyon sok cucc van. Igen, akkor majd statív is fog kelleni, bár inkább kézizni szoktunk ezekben az esetekben. A betegnek ez így nem zavarja a túl nagy felhajtást, így könnyebben gyógyíthatok. Tehát nem ez a tipikusan nagy kihangoltatás hangulatot akarunk elérni. Úgyhogy nekem ez most nagyon fontos, hogy itt minden készen legyen, mert ez egy hét múlva elindul, és akkor dolgoznunk kell az ügyön. Pillanat. A betegnek az adatai előtt keresnem. Az adatok ezen a papíron vannak, úgyhogy nagyon fontos. Mindent tudnunk kell a betegről. Több éve figyeljük egyébként meg, és most jutott el oda, hogy a betegségét megvizsgáljuk. A betegség neve egyébként önkritika nélküliség. Teljes önkritika hiánya. Ez lecsúszás szociálisan. Nőnélküliség, meg ilyen egyéb. De hát a nőnélküliség az, azt mondjuk, hogy nem egyedi eset, hogy az emberek nőnélkül vannak. De mi ezt is tudjuk orvosolni, ezeket a dolgokat. Hogy hát ezt megoldjuk. Nagyon nehéz, nem tudok elkészülni.
Nagyon szép film. Nagyon szép. Mi ha azt foglalkoztam, hogyan gazdagodhatnánk? Egy ötlet. Valami vállalkozásra gondolsz? Igen, valami vállalkozás. Felizgattál a lelkesedéseddel. Mondd el neki. Na hát igen, itt az ideje lepihenni tényleg. Úgyhogy lassan ezt meg kell tenni. Holnap nagyon nagy feladatok várnak ránk a társammal. Megoldjuk. Kormányából a Demokrata pártot. A liberális tárgyalás bejelentette,
feküdni se, aludni se. A gondolatokat közölnöm kell. Kisgyerekkoromban még nem írtam annyi verset és írást és számtant. Azt mondták, kellett volna. De én nekem dolgozni kellett közben. Most pedig egy verset mondanék el, amit ez alkalommal írtam. Utána majd lesz több vers is, amit én korábban, évtizedekkel korábban írtam, mint költő. Nem jelentek meg ezek a versek, mert betiltották őket. Nem tudom miért. Szénabogjában élni jó lenne, boldogan, de városinak lenni. Alázat, alázatot jelent, szeretetben való fürdés, dolgát, pozitív reakciót, ultra szélsőséges, extrém nacionalista pozitív reakciót. Ez volt az első versen, amit nem mondtam. De fontosabb dolgok is vannak még ennél is. Költészet, ezt be is tudtam bizonyítani verseimmel, amiket nem adtak ki itt Magyarországon sem. És ezt én nem értettem soha. Nem tudták nekem elmagyarázni a hivatalomban, az önkormányzatokban sem tudták elmagyarázni nekem. A fenntartási adó és földhivatalokban sem mondták meg, hol vannak a verseim, hova tűntek, és kik tiltották be őket. Biztos, hogy ez hivatalos forrásból ment. A betiltási folyamat nevettek rám, amikor a hivataloktól kérdeztem, hol vannak a verseim, amiket az évszázadok során írtam, gondoltam ki, és nevettek rajta, mosolyogtak. Pedig bosszöltöny volt rajtam és nyakkendő. Mert a szeretetnél van még egy fontosabb dolog, a pénz. A pénz egy olyan dolog, amelyet ideológiailag gondolt investíciózus folyamatonként ki kell, hogy elégítsen minket, de nem csak, hogy kielégítsen pénz, hanem mindent meg kell tenni annak érdekébe, de ez csak idea, törekedni kell rá, hogy a legfontosabb erkölcsi érték a pénz legyen. Pénzért mindent meg kell tenni. Pozitív és negatív folyamatokat egyaránt, minden egyes fillér, nem számít, hogy milyen kevés ez a pénz, milyen sok, mindent le kell igázni, ha kell, mert a pénz az Isten, mert pénz nélkül nem lenne szeretet. Ezt nekem senki nem mondja, hogy lenne szeretet pénz nélkül, mert ilyen, hogy a templomtornyunkban megmondják nekem ezt, hogy szeretet legyen. Nem készülhetek fel erre én nekem nincsenek ilyen illúzióim, hogy majd ők elmondják, hogy mit jelenthet a
szerepet és a pénz, hogy mik vannak itt, amik befolyásolják azt, hogy engem tiporjon az, hogy a pénz, és így tudtam meg, hogy fáradt vagyok, elfáradtam a pénzgyűjtésben és a költészetben, a költészet csúcsait ostromoltam én, amikor egy bizonyos civilizáció arról beszélt és arra tanított minket, hogy itt már 20 000 éve, 20 meg 6, az 26 000 éve élnek olyan létformák, amelyek a világot irányítják. De nem csak irányítják, örök életű civilizációs mémeket visznek parancsba katonáknak, akik egy kasztot alkotnak azóta a világban. A katonák mindig is a szeretet vívői, a szeretet eszközei minden rendszerben, minden vezetésben, ezt tudni kell. Azt mondják, hogy taníthatnék, de ez már régen volt. Bőven volt olyan, amikor tanítottam, és lesz is olyan, hogy folyamatokat invertálok grafittal a táblára. És nem krétával, ahogy szokták az emberek többségének kulcsfigurái. A tanárok főnökei, a dékánok és barátaik, akik összeesküvés résztvevői egészen biztosan, ezt is hallottam a templomtól van magasságának csúcsából, ezt is hallottam. Azt mondják, mindenki azt mondja, társaim, hogy ez hazugság, és őrült vagyok, őrült lettem az utóbbi időben, utóbbi 25 évben, de nem igaz, nem igaz. Én tudom saját magam életével, tudom bizonyítani tettekkel, cselekedetekkel, hogy azt az érzést, ami ennek az előadásnak a lényege, azt én átadtam különböző olyan mértékű fényzúdul rám folyamatosan, hogy ezért kell napszemüveget használnom. És nem vicc, ez nem vicc, mert a szenvedés az nem vicc. Szenvedtem én eleget, hogy nem kaptam pénzt. Sose. Annyit, amennyit megérdemeltem volna, de nem kell nekem. Én termeltem. Itt a pénz határoz meg mindent, és nincs történelm, nincs élet, nincs halál. A boldogság megmaradt. Voltak, és vannak, és lesznek is vidékek legbelül. Elfelejtettem a vers további sorait. Értelmes folyamat ez, hogy de mégiscsak adtam továbbra is folyamatosan dolgokat. Megmondhatom nyugodtan egyébként, hogy én csak úgy tudok létezni, ha panaszkodni nem, nincs okom, akkor vagyok boldog, ha megvan minden,
megvan minden gyűlölet nélküli pénzhajsza. Pénzhajszát szeretem, de nem azért, hogy én vegyek dolgokat, csak hogy több pénzem legyen. Nekem nem kellenek materiális dolgok, én idealista vagyok. A pénz nekem arra kell, hogy minél több és több legyen belőle. Ezt nem értik meg azok, akik szeretetről beszélnek. Nem, valahogy ez engem mindig elszörnyít. Pénzről és a költészetről beszéltünk. És most fáradtunk, most ez mindegy, hogy fáradtunk, vagy fáradtam, de most már ez az élet része. Pénzből már van elég.